Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket a sorozat 6. óráján, ahol tovább is a kör érintőivel fogunk foglalkozni, illetve megoldunk még két olyan feladatot, ami ebbe a témakörbe típus feladatnak mondható. Írjuk le az első feladatot, és utána meglátjuk, hogy mi mindenre van szükség a megoldásunkhoz. Tehát ennek az órának az első feladata a következő. Kihangsúlyoznám ezt az első részét a mondatnak, milyen szög alatt látszik az x négyzet plusz y négyzet egyenlő 16 kör az a 8, 0 pontból. Vázoljuk a feladatot, készítsünk egy rajzot. Veszünk egy kört, és hát azt látjuk, hogy a kör az megint csak olyan, hogy a középpontja a koordinátarendszer középpontjában van. Tehát felírhatom azt, hogy a középpont, a kör középpontja tulajdonképpen a 0-0 pont. Azt is látjuk, hogy a sugara az 4, lévén, hogy a 16 az R négyzet. De egyelőre a rajzot folytatva, ahol azt mondjuk, hogy van ez az A pont, és ebből az A pontból húzunk két érintő, és ez a két érintő bezár egy szöget, és erre a szögre vagyunk kíváncsiak, tehát ki kell számítani, hogy a jobb, illetve a bal oldalát látva ennek a körnek, milyen szög alatt látjuk. Azt már említettük egyszer, hogy amikor a feladatban a pont így adott, és a körön kívül van, akkor nem csinálunk semmit, de viszont a második típusú megoldási menet az, amelyiket figyelembe kell, hogy vegyük. Az pedig a következőből állt, azt mondtuk, hogy volt egy A része, ahol az érintő egyenletét felírtuk, érintő egyenlete, és volt neki egy B vagy kettes pontja, ez pedig az érintés feltételére vonatkozott. Ha még emlékeznek azokra a részekre, amiket különböző nyilakkal jelöltünk meg, azt mondtuk, hogy először is ebbe az y egyenlő kx plusz n egyenletbe behelyettesítjük ennek az A pontnak az xy koordinátáját. Ha az y 0, az x 8, ami szorozza a k-t, az 8k plusz n. És ezt mindig addig rendezzük, amíg nem kapunk az n-re egy értéket, ami most egyenlő a mínusz 8k-val. Itt most ezt nem tudjuk folytatni, de az itt kapott összefüggést majd ebbe a másikba az r négyzet 1 plusz k négyzet egyenlő kp mínusz q plusz n a négyzeten egyenletbe behelyettesítjük, és ennek a megoldása aztán közelebb visz bennünket a probléma megoldásához. Tehát, hogyha még egyszer ezt az x négyzet plusz y négyzet egyenlő 16-tal kör egyenletet vesszük figyelembe, akkor látjuk, hogy innen ugye a p egyenlő nullával, a q is egyenlő nullával, és ez a 16 nem más, mint az r négyzet, amire ennél az érintés feltételénél nekünk szükségünk lesz. Tehát akkor próbáljuk ezt tartalommal megtölteni, r négyzet az 16, az 1 plusz k négyzet egyenlő. Annak ellenére, hogy a szorzat nulla lesz, de írjuk fel először, hogy megmaradjon, k-szor 0, a p 0, a q is 0. Na most viszont azt mondtuk, hogy ennek az összefüggésnek gyakorlatilag ebbe a pontba lesz értelme, hogyha én ezt a mínusz 8k-t ide behelyettesítem az n helyére, és mínusz 8k a négyzeten. Rendezzük 16-tal szorozva az 16 plusz 16k négyzet egyenlő.
Az árójelben csak a mínusz 8K marad, aminek a négyzete a 64K négyzet. K négyzetre tudom ezt még rendezni, tehát azt mondom, hogy a 16 egyenlő, és a 64-ből, ha kivonom a 16-ot, akkor az 48K négyzet. Itt tovább egyszerűsítek, illetve 16-tal elosztom, nem, bocsánat, 48-tal osztom, akkor az 16 per 48 egyenlő a K négyzettel. Egyszerűsíteni tudunk 16-tal, és akkor egy egyharmados megoldás lesz. Ezt azért leírom még egyszer, tehát hogy a K négyzet egyenlő egyharmaddal. K négyzet egyharmad, ez két megoldást ad majd. A K1-es megoldás, a K1-et a K négyzetből gyökvonással, tehát akkor itt is egy gyökvonással kapjuk meg. A K2 az pedig ettől csak annyiba különbözik, hogy egy mínusz gyök egy harmadunk lesz. Hát, hogy közelebb kerüljünk ismert szögekhöz, itt elvégezhetünk egy ilyet, hogy a törtnek a gyöktelenítését, vagyis megszorozzuk gyök 3 per gyök 3-mal, és a K1 az egyenlő lesz gyök 3 per 3-mal. Hasonlóan a másik esetben is, a gyök 3 per gyök 3, és itt pedig a mínusz gyök 3 per 3-as megoldást kapjuk. Hogyha emlékeznek az előző órán, ahol az egyenlet meghatározása volt a cél, akkor a következő lépésben az történt volna, hogy a K1, K2-t visszahelyettesítjük ide, az n-et kifejező egyenletbe, és n1, n2-t kapunk, amelyek segítségével fölírjuk a két egyenletet. Viszont ez a feladat nem arról szól, hogy az érintőket határozzuk meg, az érintők egyenletét, hanem arról szól, hogy milyen szög alatt látszik ez a kör. Ahhoz viszont, tehát minden, ami szöggel kapcsolatos feladat, ahhoz van egy ilyen képletünk, hogy a tangens fi egyenlő lesz a K2 minusz K1 per 1 plusz K1-K2 szorzata. Ebbe, hogyha mi beírjuk ezt a két értéket, akkor innentől kezdve már meg tudjuk határozni a szöget, és tovább a feladatban dolgunk már nincsen. Hát akkor értékeljük be a következőket, értékeket beadva, akkor lesz egy mínusz gyök 3 per 3, abból kivonunk még egy gyök 3 per 3-at, és azután pedig egy plusz, a helyesebben a K1, K2-nek a szorzata az mínusz lesz, és a gyök 3 per 3, gyök 3 per 3 szorzatával kell, hogy dolgozzunk, ami nem más, mint a mínusz 2 gyök 3 per 3, és lent pedig, hogyha a gyök 3-at gyök 3-mal szorozzuk, az 3, és 3x3 az 9, 3 per 9 az 1 harmad, tehát 1 mínusz 1 harmad. És hát itt az egyszerűsítések után kapunk egy olyan megoldást, hogy ez tulajdonképpen egyenlő lesz gyök 3-mal. Gyök 3-mal egyenlő, és hát a táblázatok, a trigonometrikus táblázatokból nekünk ez a gyök 3, ez már akár ismerősnek is tűnhet, és hogyha ezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a keresett szög az 60 fokos szög, vagyis egy pi per 3 nagyságú szög, mondjuk még meg fokokba is, tehát az egy 60 fokos szög lesz. És ez volt a feladat, még egyszer összefoglalva, tehát az A pont, a kör, a körre húzott érintők, az A pont nem a körön van, nem illeszkedik a körhöz, tehát azt a módszert választjuk, amikor az A és B pontot végig kell vinni. Az A pontnál ugye behelyettesítjük a, hát akár jelölhetnénk így is, hogy az A pont koordinátáit beírjuk ebbe az egyenletbe. Itt N, K függvényeként lesz adott, és utána az érintés föltételébe, illetve ehhez szükséges P, Q és R-t ebből a képletből már azért illik tudni. Azokat behelyettesítjük, K
K1-K2-t kiszámoljuk, és a K1-K2-t behelyettesítve ebbe az utolsó képletbe, egyszerűsítéseket elvégezve, összevonásokat, azt kapjuk, hogy a megoldás a gyök 3, amiről viszont azt mondtuk, hogy tudjuk már a trigonometrikus táblázatból, hogy mennyi, és ezzel gyakorlatilag a feladat végére értünk. Következik még egy feladat, ez gyakorlatilag a sorozatnak, a körrel kapcsolatos sorozatnak a záró feladata is lesz. Ezt is fölírom, és utána vázlatot készítünk, és megoldjuk a feladatot. A második feladatunk következőképpen hangzik. Van ez az x négyzet plusz y négyzet, mínusz 4x, mínusz 6y, mínusz 12 egyenlő 0 egyenlettel adott kör. És van egy másik egyenes, a 3x plusz 4y, mínusz 10 egyenlő 0-val egyenes. A feladat a következő. Olyan érintőt húzzunk erre a körre, amely párhuzamos lesz ezzel az adott egyenessel, és természetesen határozzuk meg ezeknek az érintőknek az egyenletét. Vázolva a feladatot, a következőképpen tudjuk ezt megoldani. Tehát először is azt mondjuk, hogy van egy kör. Ha megnézzük ezt az egyenletét a körnek, látják azt, hogy nem tudjuk ebből meghatározni még, hogy mennyi a kör középpontjának a koordinátája, de viszont azt is tudjuk, hogy van egy másik egyenes, ez a 3x plusz 4y mínusz 10 egyenlő 0 egyenes. Keresünk ezzel párhuzamos egyenest, tehát ezt az egyenest eltolva egészen a körig, lesz itt egy egyenes, amely érinti a kört és párhuzamos az adott egyenessel, és illetve még lesz a másik felén is egy másik egyenes, amelyik úgy szintén párhuzamos ezzel az egyenessel. A megoldásba, illetve magában a feladatban se találunk semmilyen pontot, amelyik vagy illeszkedik, vagy nem illeszkedik a körhöz, tehát itt egyenesekről van szó. Ezeknél a feladattípusoknál eleve majd az egyes és a kettes megoldási módszert alkalmazva jutunk el a megoldáshoz, de tudjuk azt, hogy ha keresünk érintő egyenletét, és használjuk az érintés feltételét, ehhez nekünk több mindenre szükség van, mint ami ezekbe az egyenletekbe már eleve adott, tehát az y egyenlő kx plusz n, illetve az r négyzet egyenlő 1 plusz k négyzet egyenlő kp minusz q plusz n a négyzetem. Ha megnézzük, akkor látjuk azt, hogy ebbe az egyenletbe ennek az iránytényezőnek, a k-nak valamilyen módon köze van ennek az egyenesnek az iránytényezőjéhez. Tudnélik, hogyha különböző indexekkel jelölöm, és azt mondom, hogy van egy k1, k2, k3 iránytényezős egyenesem, akkor a k1 egyenlő a k2-vel, egyenlő a k3-val, mind a három egyenesnek az iránytényezője ugyanaz. Ebből adódóan, hogyha a k3-at meghatározom, akkor tudni fogom a k1, k2-t is, és azt pedig a következő lépésekkel tudom megoldani, tehát a 4y egyenlő lesz a mínusz 3x plusz 10-zel, itt még egy 4-jel való osztás után az y egyenlő, mínusz 3 negyed x plusz 10 per 4, nem muszáj, hogy egyszerűsítsünk, mert az egészet csak azért csináljuk, hogy ehhez a számhoz hozzájussunk, ami gyakorlatilag az említett egyeneseknek az iránytényezője. Tehát mondhatjuk azt, hogy az iránytényező, amit majd ide fogunk helyettesíteni, az egyenlő a mínusz 3 negyeddel. Ezt a következő lépésben már a 3 negyeddel, mínusz 3 negyeddel kiegészítve föl tudom írni.
Tehát látom azt, hogy az y egyenlő egyenesen már kezd alakulni, mindössze ennek az n-nek a meghatározása marad még hátra. Ehhez viszont szükségem van erre az érintés föltételére, az érintés föltételében pedig szükségem van a p-re, q-ra és így tovább. Hogy egy picit gyorsítsunk ezen a megoldás menetén, hát én fölírnám azt, hogy ennek az x négyzet plusz y négyzet minusz 4x minusz 6y minusz 12 egyenlő 0 kör egyenletnek a kanonikus alakja, az az átalakítás, amit a sorozat néhány óráján már említettük, az előző példában is többek között szóba került, ez az x minusz 2 négyzetem plusz y minusz 3 négyzeten egyenlő 25 kanonikus egyenletnek felel meg. Ahonnan most már le tudom olvasni, hogy a p egyenlő 2-vel, a q egyenlő 3-mal, és az e négyzet pedig egyenlő a 25-tel. Ezeknek a tudatába tudjuk ezt a második lépést folytatni, méghozzá azt mondva, hogy behelyettesítjük az r négyzetre a 25-öt, és aztán 1 plusz. Na most az eddigiek során ezt a k négyzetet ritkán ismertük, de viszont most már rendelkezünk egy k értékkel, és hogyha a k értéket négyzetre emeljük, a mínusz 3 negyednek a négyzete az a 9/16-od, illetve a folytatásban ez egyenlő lesz, a p az 2, tehát 2k, mínusz a q az 3, és azt mondjuk, hogy az egyetlen ismeretlen az az n marad, tehát n a négyzeten, de egy lépést át tudnánk még azzal hidalni, hogyha ide a k-t mindjárt be is írtuk volna, na mindegy, akkor maradjunk a következőbe, fogjuk ezt megtenni, tehát akkor itt a közös nevező a 16, akkor az 16 plusz 9 egyenlő. Na most a k értéke az a mínusz 3 negyed, és a mínusz 3 negyed, egy pillanat, igen, azt mondja, hogy 2 szorozva mínusz 3 negyeddel, még a mínusz 3 plusz n, és ez lesz a négyzeten. Tehát ezt a lépést meg tudtuk volna már korábban is tenni. Na akkor a következő, ugye ez 25, a 16-nak 9-nek az összege, 25-tel szorozva az 625 per 16 egyenlő. Itt pedig, hogyha ezt az összevonást elvégezzük egyszerűsítésekkel együtt, akkor az mínusz 9/2, ennek a két számnak az összege, és plusz az n a négyzete. Hát az egyszerűsítés, illetve írjuk fel azért még egyszer azt, hogy ezt az egészet, miután négyzetre emeljük, akkor a 625 per 16, ez egyenlő lesz, 81 negyed, mínusz 100, bocsánat, 9n, és a végén még plusz n négyzet. Na ezt megszorozva 16-tal, egy 625 egyenlő, szorozva és egyszerűsítve 324 mínusz 144n és plusz 16n négyzet egyenlettel. Hát egyelőre ennek a folytatását majd megoldjuk úgy, hogy törlünk egy keveset, és az egyenletet rendezve és egyszerűsítve kapunk egy 16n négyzet mínusz 144n mínusz 301 egyenlő nullával másodfokú egyenletet, és ennek az egyenletnek a megoldását, az n1, n2-nek a meghatározását, tehát, hogy 144 plusz mínusz, itt újra igen nagy számok jönnek, tehát 20.736
és ehhez a 4AC szorzatát hozzá kell, hogy adjuk, ami 19.264, és mindezt a 2A-val, azaz 32-vel elosztjuk. Hát az N1-2 az a következő, tehát a 144 plusz-minusz ennek az összegnek a négyzetgyöke az pontosan 200 per 32, és akkor az N1 megoldás, hogyha összeadjuk, az 344 per 32, hát itt az egyszerűsítés az 43 per 4-et eredményez, hogyha 8-al egyszerűsítjük, az N2 az pedig a különbség, és az egyszerűsítés követően mínusz 7 negyed lesz. Ezeket az értékeket figyelembe véve, amiket most kiszámoltunk az N1, N2-re, az előbb félbehagyott egyenlethöz visszatérve azt mondjuk, hogy az első ilyen érintőnk az a mínusz 3 negyed x, és az első kiszámított n, vagyis a 43 negyed, a másik érintőnk pedig a szintén mínusz 3 negyed x, és a mínusz 7 negyed egyenlettel megadott érintékről van szó. Tehát a feladatunknak ez a vége, meghatároztuk azt a két egyenletet, amelyek a feladatnak az elvárását adják. Hát és ezzel tulajdonképpen befejeztük volna a körre vonatkozó alapokat, amiket remélem sikerült elsajátítani. A folytatás majd a következő órán. Köszönöm szépen, viszontlátásra!